Érkezik az új szezon a Brawl stars az új kromatikus karakterrel, három új játékmóddal, mega news-kinnel, tíz új gadgettel és rengeteg változtatással. Sziasztok, srácok! lányok! Itt Zsomác köszönöm mindenkit egy újabb videóban, a mai napon pedig a Brawl Talk-ról fogunk beszélni, ami a mai napon jelent meg. És ebben a videóban mindent el fogok nektek mondani, hogy csak tudni érdemes. De te hagyjam, hogy sem nektek sárcának, hogy január óta én ugye trovón streamelek, és nem sokára meg lesz a 10 követő, amikor is bezony ki fog sorson egy SSD-t köztetek. És szeretné nyerni valamit, szeretném a részt venni a későbbi nyeremény játékaimban, akkor mindenféleképpen dob egy követést a Trovo oldalán, a Trovo.live per Zsomac. ugyanis ott találom a live streameket szinte minden nap. Link persze a leírásban. Na no, akkor kezdjük is a biodó szezonnal, és ez lesz az új szezonnak a neve. Rózána Bának és Sproutnak végre van egy saját otthona, bár mondjuk jogos kérdés, hogy eddig hol aludtak, hajléktalanok voltak. Na de jelkezik az új kromatikus Brawler Eve, aki, mint ahogy láthatjátok, a eddigi legkisebb karakter, és szerintem egyben egyébként a legaranyosabb is. Ő egyébként egy űrlény, aki az űrbe érkezett, és egy űrhajóval repülget a pályán is, ráadásul a Rásznak a triójához fog csatlakozni. És igazából csak egy helyet keresett a letelepedésre saját magának, valamint a kicsi szörnyecskének, és végül a földön kötött. Ki már ki, úgy látszik, hogy lezuhant. Főtámadásával három darab tojás lő ki, amik különböző méretűek és különböző nagyságokat sebeznek. 11 es szinten 966, 780 és 600 at sebez a három támadás, összesen 2340, és nyilván a legelső támadás legnagyobb, az utolsó pedig a legkisebb. És mint látszik, elég nagy rincs van ennek a karakternek, én nagyjából ilyen broper, piper nagyságúra satszolnám. A szuper nagyon érdekes a karakternek, és lerak egy nagy tojást, aminek 3300 élete van, és ez a tojás 5 másodperc alatt ki tud kelni. És miután kikelt, ha nem rombolták le természetesen, három különböző kis lényecske repül ki belőle, aminek darabjaival 3000 élet van, szóval 9000 élet jön ki, pattan ki a szuperjéből, Ezek a kis cuki hogyha eltalálnak valakit, akkor tulajdonképpen megmérgezik őket, és idővel sebzik őket. Az, hogy melyik pontosan, azt nem tudom, mert ez pont nem látszott a bőrtakból. És folyamatosan kaptak sebzést, ami azért elég OP, azt kell mondjam, és három darab elég sok élettel. Szóval azért szerintem nem lesz egy ez új karakter. Na de akkor hogyan is tud repülni tulajdonképpen keresztetre jogosan, és egy volt a a címében? Hát úgy, hogy nem repül, hanem lebeg. Tehát a vizes és a lyukas területek fölött konkrétan át tud lebegni, át tud menni. Nincs olyan akadály, kivéve a falak persze, ami nem tud átmenni a karakter az űrhajójával. Tehát egy olyan pályán, ahol nincsenek falak, csak vizes lyukak vannak, szépen átrepülőt nem érdekli semmi. Tehát ez mennyire OP már, ezt nem hiszem el. Kéne visz az Island Invasion pályát, és szeretném, ha bekerülne, mert akkor csak egy körbe körbe ennek a pályán. Ezen kívül természetesen ő is fog egy tier 70 es kapni, ami a Spiky Eve néven fut, ami Brawl Pass lesz persze. Nem tudom, milyen növényes, mi az is akar lenni ez a skint de nagyon menő néz ki, az biztosan. A Star Power a nem tudhatjuk jelenleg a karakternek, csak az ikonjait láthattuk később a broltakban. Szerintetek mit tudnak ezek a gadgetek? Szerintetek mit jelenthetnek? Írjátok -e a kommentben. És van egy jó érem, srácok, lányok, ugyanis, amit a broltak indexképpen láthatatok, Rico az a Brawl a tier nullájánál lesz elérhető. Tehát, hogyha megveszitek a Pest, természetesen a akkor tiértek lehet az eddigi legjobb Brawl Pass-es avagy szerintem a legjobb Rico skin ever. Ami azért nem annyira rossz dél, szerintem. És ugye ez a biodóm, ami a szezonnak is a neve, ez egy nagyon kellemes, nagyon békés kis hely volt, mindaddig, ameddig el nem lett rontva pár kísérlet. És hát így születtek meg, a pindurpandúra. Pindurpandúra! Már én itt születtem meg a biodom szezonnak a skinjeit. Az első skin az Ivy Bell, ami az első nem exkluzív belszin, skin, ami egy növényi harcos hogy tulajdonképpen. Nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem belt, t úgyhogy valószínűleg meg fogom venni, bár lehet, hogy 150 gem lesz. A másik második színünk a Mr. Fly, ami egy Mr. P skin, avagy egy légy Mr. P, ami elég viccesen néz ki. Következő skinünk a Mantis Rosa, ami egy sáska rózsa tulajdonképpen, ami eléggé furcsa. Meriben szerintem jól fog kinézni, de játékon belül nem lesz tudsz. Következő skinünk a Corrupted Sprout, ami egy sima Sprout, megfertőzött tulajdonképpen valami növény Vírussal, lila effektusokkal és elég menő szuperrel és támadással. Következő színünk a Dr. Edgar lenne, ami az Edgar lesz az orvos, mint a nevéből is kiderült, aki hát kicsiket félre sikerült, azért ő is kis az egész érdekes dolgokon. Szerintem ez a skin szintén nagyon tetszetős. Végül az első skin megérkezik megre a 2 meg, ami egy szarvasbogára hasonlít, és mennyire epikus ez a skin, úristen. Ez best skin in the update, az biztos. Bár azt nyilván tudtatok, hogy megre érkezik skin, az elég pacek lesz. Ezen kívül érkezik a West Bo, ami a Power League 5000 star Nem rossz, de nekem annyira nem jön be, nem annyira különleges, mint az eddigi Power league skinek, de ez van, ezt kell szeretni. Ezen kívül elkezdik még a Bunny Grom, ami egy sima nyuszis Grom skin lesz, olyan, mint a régi Penny Húsvéti skin, de végül is Gromnak az első skinje, ami nice. Természetesen a Húsvétkor fog jönni, pontosan úgy, mint a limitált Húsvéti kollekcióm is. Pssz. Ezen kívül elkezdik az oroszlán kiájból a Lionból. Ami hát nem igazán értem ezt a skin. Ez egy klub sopos 2500 klubkönyvbe kerül skin lesz. És mit tudom én, hányszor néztek meg a Brawl Stars készülő az oroszlán kiájából, hogy ilyen akartak barakni, Vagy mint inkább a madagaskár-ból a főszereplő. Na de ennyit a skinekről nézzük is meg az új játékmódokat, ami a Payload és a Vipeout nevet kapta. A Payload szerintem már sok mindenkinek ismerős lehet, hogy ha valaki játszott már Team Fortress 2-vel, óra vagy csak egy csomó másik játékkal, akkor már játszott ezt a játékmódot. Itt tulajdonképpen egy vasúti sinen kell tolni egy rakományt, ami csak akkor megy elő, hogyha ott állunk mellette, vagy ott áll mellette egy csapattárs. Cél az, hogy az egyik ponttól a másikig eljutassuk úgy, hogy hamarabb jutatjuk el a sajátunkat, mint az ellenfél természetesen, és hogy látom, be is lehet bújni a payload mögé, nyilván a célunk az, hogy megakadályozzuk az ellenfelet, mi pedig betoljuk. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a játékmódra, és nagyon kíváncsi hogy ez az egész hogyan fog működni Brawl Starson belül, mert én már gondoltam egy ilyen játékmód ötletre, de nem tudtam volna elképzelni, hogy ezt hogyan tudják jól -e megvalósítani. Nagyon kíváncsi leszek, a pályák ennél a játékmódnál nagyon fontosak lesznek. Ez a játékmód szerintem vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon kaotikus. Másik új játékmód pedig a Vipot nevet kapta, ahol tulajdonképpen az a lényeg, hogy minél gyorsabban el kell élnetek 8 darab kiet, amielőtt leterik az idő. Szóval könnyű, de túlságos alsó, hogy szerintem a Bounty van, to a tonokáutra. Egy újabb hasonló játék amit én nem értek, mi nem csináltak inkább fió Showdown vagy 5 v sódánt, hogy valami fan dolgot. Jó, értem, azt mondták, hogy több fan játékmódot szeretnének, és nem kell annyira stratégizálni, csak penni az kilenni. Hát jó, feltétlenül, amiket én mondtam, azok jobbak lennének, nem mindegy. A játék mondnak egyébként 8 kéne, vagy 2 perc lesz vége. És mindkét játék mód szezonális lesz, tehát 60 napig lesz elérhető, és attól függően fog Maradni a játékba, hogy mennyi játszak vele, valamint milyen a visszajelzés. Ezen köréken érkezni fog rengeteg változtatás még a játékba, például a healing healingért megváltoztatták. Tehát az egy helyben állás helyett mostantól kezdve gyorsabban fogunk regenerálódni, hármas szinten 50%-kal tudom majd gyorsabban heal-elni, ez 50%-kal hamarabb fog elkezdődni a hilálésünk, ami azért elég Gópi, úgyhogy ennek örülök, hogy ezt megváltoztatták, viszont a többi gérhez sajnos még nem nyúltak. Valamint az egész gérrendszert sem változtatták még meg. Ezen kívül az új játékosoknak az első játék mondjuk Gemgrep helyett a showdown lesz, ugyanis azt mondták, hogy könnyebb megérteni elsőre, amit értek és ott vagy egy, a szét kellene, mindenkit nem kell gemekre Úgynevezett Training Island nevezetű pályán fog ez a bemelegítő mérkőzések történni, ami vagy egy új pálya lesz, vagy csak a tutoriának csináltak egy pályát, ami tök érdekes. Ezen kívül a játékmód rotationöknél, a játékmód váltásoknál a bounty, a Zone, a héz, a knockout. Most ez a 24 óránként fognak váltani 4 óra helyett. Finally, ez nem is értem, hogy mi értelme volt, konkrétan visszaregtek az előző helyzetbe. És a Siege mostantól kezdve csak a mapmaker be lesz elérhető, amit kicsikét azért sajnálok. Ezen kívül a knockout is megérkezik a mapmaker-be, szóval most már elvileg minden permanent játékmód ott lesz a mappékedben is. Ezen kívül mostantól Pavel Ligában számítani fog a teljesítményetek a meccs fejlődésében, tehát hogyha két meccset nyertek úgy, hogy nem vesztek egyszer, se, akkor többet fogtok fejlődni, mint eddig. Valamint, hogyha egy meccset megnyertek, viszont vesztetek, akkor kevesebbet fogtok veszteni, mint eddig. Klubligát is megváltoztatták, ugye mostantól a harmadik nap, azaz a vasárnapoknál négy tiket helyett hat tiketetek lesz. Utolsóan be lehet hozni a lemaradásokat, ugyanis a pontot, amit a klubligás meccs kaptok, azt is 50%-kal megnövelték, szóval első helyen 150-et lehet majd szerezni. Tehát konkrétan a az utolsó nap a lemaradásokat, ami egy furcsa megoldás, kíváncsi leszek, hogy fog működni. Ezen kívül a klubshopban bármennyi powerpointot ot fogunk tudni mostantól kezdve vásárolni, nem csak naponta egyszer. És a következő változatás nagyon-nagyon furcsa, lesz, és kezdjétek el azt mondták, hogy a mostantól érkező limitált skinek nem lesznek limitáltak csak egy bizonyos ideig, ugyanis egy bizonyos idő letelte után megélhetek a shopban offer formájában, amit nem értek, mert akkor ez azt jelenti, hogy kvázi a limitált skinek nem lesznek limitáltak csak egy bizonyos ideig, kvázi egyáltalán nem lesznek limitáltak. Amit nem értek, akkor miért is limitált a skin? Ez miért jó Nekik a pénz a Brawl vagy mi? I don't know. Persze akkor ebbe a szerencsére ez nem vonatkozik. Ezen kívül nem sokára elkezdődik a Brawl Stars Championship, avagy a világbajnokságnak a havi döntei. Ha ezeket nézed, akkor lehet majd kapni exkluzív pineket. De természetesen ezt én is fogom streamelni, úgyhogy várlak nagy szeretettel ott is a Troll streamben. Ezen kívül egy nagyon érdekes változás mostantól, hogyha ládákat nyit, akkor tudsz találni white kárdos powerpointokat, vagy nem egy karakterre powerpoint hanem powerpointokat, amit bármelyik karakterre ráraksz, miután a ládát. Ami szerintem egy nagyon-nagyon király változtatás, kíváncsi vagyok, hogy mennyi százalék esélye ilyeneket tudni nyitni. Ezen kívül, mint a videó nem tettem, érkezik 10 új gadget, amiből négy karakter fixen tudunk, hogy kikre Lolára, Emze, re és Byron a biztos, a többi majd később kiderül. Lolának a gadgetje tulajdonképpen helyet cserél az árnyával, a vagy teleportál. Emnek az új gadgetjénél a következő támadásával át tudunk lőni a falakon. Squeakére nem igazán sikerült rájönnöm. Byronnak pedig a következő támadása 3 darab lesz, amit egymás mellett egy fog előni, de ahogy láttam, kevesebbet fognak ezek a támadások sebezni. Viszont könnyebben lesz eltalálni bárkit, akit sebezni, vagy hírálni szeretnénk. Ezen kívül érkezik sok új pálya minden játékmódhoz, vagy visszatérnek régi pályák, mert nem kell mutatok, azok régi pályák voltak. Ezen kívül jönnek új pinek, animálva természetesen, valamint visszatér a basketball is egy új szezonális játékmódként, vagy ez a harmadik játékmód, amiről beszéltem a videó elején. A Duelsi szezonális lesz tovább, még egy szezonig marad, bár én a Showdown plusznak jobban örülnék, szerintem valószínűleg ti is. Ezen kívül pedig négy új True Silver és True Gold skin érkezik négy új karakterre. Na meg ugye van egy új környezet is, amiről nem beszéltem még külön, ugye a biodomos környezet, de ezt már többször is láthatjátok a videóban, úgyhogy nem gondoltam kiemelni. És ennyi! Nem tudjuk, hogy mikor jön sajnos következő broltak, és azért ebben elég sok minden volt. Remélem, hogy ezért nem kettős fél hónapot kell várnunk megint a broltakra, mert azért ez elég sok időszak volt. Nagyon sok skin nagyon sok játék mond, nagyon érdekes karakter, úgyhogy reméljük, hogy márciusban vagy legkésőbb április elején fogunk találkozni egy új broltakban. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy velem tartottatok. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy sneakpickekkel még fogok érkezni, kipróbál az új karaktert, új játékmódokat, mindent. Úgyhogy mindenféleképpen srácok, hogy dobtak egy feliratkozást és egy követést, ugyanis akkor nem maradtak le ezekre a dolgokra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, dobtak a követést még próbálni is tudom, már beszéltem. Találkozunk legközelebb is. A következő videóban lejetek jó. Ciao, ciao.